kefével? Hagyd bötten morzsát le! Sugítom a söprügyedet! Egy ilyen nem lesz már egy év. Az engelünk lesz az javít! Egy fiatal lány édesanyja meghal, édesapja új asszonyt visz a házhoz, majd a férfi meghal. A mostoha anya és két mostoha testvér szolgaként bánik a lányjal, rongyokba járatják, hamuban alszik és moslékkal etetik. Ez a mindenki által jól ismert hamupipőke története. Halasi Dániel ezt dolgozta fel a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadára, Romhányi József adaptációját Rossini vígoperájával vegyítve. Ez a különleges ötvözet igazi kihívás elé állította a társulatot. Rengeteget ötleteltünk együtt, és nagyon-nagyon sok minden kikerült belőle, nagyon-nagyon sok mindent átfogalmaztunk, áthangszereltünk, hogy így mondjam, több értelemben is, tehát kerestük a daloknak is azokat a fajta karaktereit, ami jól áll egy-egy karakterhez, és ezekben is volt rengetegféle variáció, és ebben nagyon sokat segítettek, és sokat is köszönhetek nekik. Egy jófajta diskurzus tudott kialakulni ebben. A darab egyik különlegessége, hogy Urmai Gábor játssza Hét zsáknét, az özvegy mostohát. A jól ismert, könnyed dalok helyett pedig klasszikus áriák szólalnak meg a színpadon. Ez ritka a színházban, ezért nem volt egyszerű dolga a hamupipőkét alakító Munkácsi Anitának. Ami inkább számomra megerőltető volt, az, hogy hitelesen is jól tudjam ezeket a Rossini dalokat visszaadni, ária részleteket, úgyhogy azok azért egészen igénybe vettek. Egyébként nagyon jó hangulatban telt a próba folyamat. A rendezővel és a főszereplővel hosszabb interjút, valamint a darabból részleteket a Péntek Esti Weekend című műsorunkban láthatnak.